lesz valami? Uf. Itt vagyunk. Így is van, jó Itt reggelt. van Balázs és a Nincs Jesus. Igen. Nincs Jesus. A, igen. És ez nem a Black Jesus. Nem, nem, ez Nincs Jesus. Igen. Jó reggelt mindenkinek, szevasztok, csütörtök van. Amit láthatjátok, Pisti nincs itt most. Bármilyen meglepő. Ketten vagyunk Balázsral, és Dani, aki a háttérben dolgozik, az egyetlen ember, aki dolgozik. <laughs> nem akarok elkeseríteni, Dani, de Ez már hetek óta így van. Hát igen, igen. Úgyhogy, na mindegy. Ez van, úgyhogy itt vagyunk, minden a legnagyobb rendben. Pont az összeti Balázsra, milyen hűvös reggelek vannak már, de ez csak jó egyébként. Milyenek legyenek? Melegek? Október végén? Igen, most már azért jönnie a, térnek. Én tudod, mindig olyan vagyok, mint az öt éves kisgyerek Közeledik a tél, és hát, ha most idén fehér karácsonyunk lesz, de nem, már mind régóta mind nem, de én mindig reménykedek benne. Én is mindig ebben bízom, de nem. Nem jön össze a dolog. Ez olyan rég volt már, amúgy nem? Nagyon. Nem Úgy is emlékszem. Mikor volt legutoljára ilyen? Én nem tudom, tavalyi streamhez, vagy az az előttére dobtam be, mint fantasztikus ötletet, hogy béreljünk hoágyukat és fújjuk magunk mögé a havat. Uh -huh. igen. Azt mondjuk is megcsináltuk itt az át, Általában, a Balázsnak ilyen nagyszerű ötletei vannak. Béreljünk hóágyút, gyújtsunk fel valamit. Mi, az, mi mire mondtam? Hát, valamire biztos mondtam azt is. <laughs> Hát yes. én, én szeretem elkezdeni az ötleteléseket, ugye, hogyha bedobsz egy rossz ötletet akárhova, ugye kell valamit ki kell találni, és mindenki csendben attól nem fog megmozdulni a Jó, dolog, a persze. folyamat nem indul el. Én mindig be szeretem bedobni olyan óriási baromságot, hogy na ez a legalja, innen már csak felfelé tudunk venni, és lássuk, betöbbnyire működik. Igen, ez igaz. Még a LEGO ugye esett a hó. Igen? Persze, hát tudsz Ja? Igen. Egyesen. A gond nélkül. Végül is, igen. Az szóval, obs ráhozok egy egy gifet. 12, vagy 10, 12, 20 órán keresztül esni fog a Ó, oh, jó lesz. De valahogy a azt meg kéne csinálni, a gifel, hogy mint ahogy ugye múltkor találtad azt az effektet TikTokon, hogy kopaszok legyünk, meg hogy nagy meg mit teremélni, és kéne egy olyan effekt, hogy nem csak hogy esik a hó, hanem hogy mindenre kicsit rakódik rá. És ugye a fejünket mozgatjuk, akkor is a fejünk tetején nagyobb és nagyobb a hó. Ez van. Hósapka lesz. Hósapka lesz. Hát igen, igen. Na mindegy. Ilyen nagy ötleteink vannak így ma Nagyon jó. Nagyon jó. De most mennyire fogom magam hülyén érezni, hogyha két hónap múlva megmutatod a TikTokon, hogy nézd már, van ilyen hóeséses és hogy tényleg rajta maradnak a hócseppek. Ja. Adom az ötleteket, és más megmegazdagszik belőle. Na. Jó, ebből nem fog megazdagodni senki, de ki tudja. Mi a téma? A téma most az, hogy srácok, csak nekem hall ki kicsit a stream. Uh -huh. Ez a mai, reg mai reggeli témánk. Ja Istenem. Amúgy igen, valószínűleg nem. Mármint, hogy... Nem csak neked, másnak is halk. Hát ha, mert én is itt vagyok, én halkan beszélek, Janit is lehúzom na, az én Én meg az, hogy túl lent van ez a mikrofon. Na most figyelj, na most figyelj. Na most? Jó lesz, minden most minden adja? Vagy most mélyebb hangom. Balás figyelj már. Ha, ha mélyebb hangon beszélsz, akkor ha mélyebb, hangosabb? Nem, ha mélyebb, na, jobban, terjed, jobban terjed a mély hang. Ja, értem. Érted? Ez a fizika. Fizika, nem? A mély hang jobban terjed, akkor mélyebben kell beszélni. És akkor jobban értenek. Na, Balázs, próbálnám meg. De mit próbáljak meg rajta? <laughs> Nem azt mondtam, hogy debil hangol? Azt mondtam, hogy mélyebb hangol. <laughs> Mi <laughs> volt? Mielőtt megjöttél egyébként, Dani pont a, a pityubát emlegette, <laughs> és hát így eszembe jutott, hogy ne szájtom, milyen régen hallottuk pityubát. Ja, ne gyertek ide, srácok, beszéljünk. Na de a kérdés az, hogy ne szájtom, mikor játszottunk utoljára. Hát mondjuk az is Kurva igaz. ez az az a backfoglalat volt utoljára. Mikor hogy, volt az? Ak Akárhogy is számolom, szerintem idén lehet, hogy többet volt uh, veletek együtt podcastbe, mint amúgy játékban. Hát igen, igen, igen. És ez szomorú. Szomorú, szomorú. Vissza kéne ézíteni ilyen a PUBG streameket. Hát, PUBG? Nincs. De miért a PUBG? Hát, hogy ő is azt játsza. Mert az egy nagyon jó játék, nem? Az borzasztó jó. Tényleg, hát erről nem is beszéltünk, hogy mielőtt még ide költöztünk, ugye én e, próbáltam spoilerezni, vagyis hát elrejteni morzsákat, hogy de jó lenne a HH abból azt a francos PUBG posztát leszedni. Igen. És hogy ugye úgy is leleszedve. Én ezt mondogattam, vagy háromszor, hogy... Hát lelett. Le. le. Csak hát ugye ez így nem lett kimondva, hogy látjátok, le szedve a PUBG poszter. Megmondtam előre. Egyébként igen, igen. Na most, nincs itt. De valahogy nem is hiányzik amúgy. De tényleg. Valahogy nem. S szerintem senkinek se hiányzik elni. Valakik játszanak még vele. Valaki Igen? persze, persze. Az a pár ember, tudod, ők screamelnek szkrim, -e egész nap, ugyanazok a, nem tudom, három éve ugyanazok az emberek játszanak minden versenyen. <gül> Izgalmas. De <laughs> ja, amúgy. Hát, ilyen ez. Nem baj, előbb-utóbb visszatér a közönség oda, Jani. Hidd el. Azt mondom? Vagy nem. Na jó. Le lesz majd valami másik játék. Pont egyébként tegnap beszélgettünk erről, hogyha már ez így feljött, hogy egy ilyen, hát, szerintem már három hete volt az már, hogy beizdottam otthon újra a PUBG-t amúgy. Már mondom, belenézek, hogy tudod, hogy mi újság, mert már az új pályát se láttam. Uh -huh. Mondom, kíváncsi vagyok. És? Hát egy tragédia. De ez a játék egy borzalom. De tényleg, őszintén mondom. Tehát főleg úgy, hogy nagy no, hozzáteszem, hogy előtte Warzone-oztam. És így olyan volt, mintha visszacsöpentem volna, nem tudom, egy ilyen 50 évvel ezelőttre. <laughs> és, és ilyen iszonyat lassú. De nagyon. Fura, mert ugye amikor csak az volt, ez nem tűnt fel. Csak hát azóta mm -hmm. vannak más dolgok. Azóta játszottam más. Nem fél. Fél. azt mondom, hogy a Warzone egyébként most annyira jó lenne, mert egyébként szerintem assza annyira jó most. De még mindig örülök a ja. PUBG. De hát igen, igen, igen. Valahogy. Ja, né, most annak a néző és hallgató közönségnek szeretném a hangját hallattatni, akinek a zsebébe kinyílt a bicska. Hogy He? te otthon játszottál, és nem streamáltad. Ja, ja, ja. Hát, hát, hát. mi a fügykös van már? Hát a lakásfelújítás hogy áll már? Lassan majdnem kész, Há, Az az igazság, hétről, hogy úgy hétről, fel. Hát ez az. És abban leszek benne. Igen. Egyedül én. <laughs> Azért tartja ilyen hosszú igen. ideig. Nem hát amúgy alapvetően már kész. Csak szégyelős vagyok, és nem, nem ugye? Mér, stream. Ugye? Ugyan, igen, igen. Ne, nehéz tudom átállni arról, hogy amit eddig csináltál otthon, ugye a kemgörködés, meg a medence, hogy azt arébrakni és visszállni egy rendes játékos streamre. Igen. De előbb-utóbb meg kell tenni. Meg kell, meg kell tudom, Vissza kell öltözni. Vissza, vissza fogok. Tenni. Egyébként tényleg kész, tehát, hogyha valakit érdekel, hogy hogy van a szoba, kész. A fények minden, a hátul. A fények még nincsenek, és teljesen. Na. Csak megtaláltam az indokot Jó, de hát, Itt hát ez most most az egy nap lenni. fél nap lenne, és jó lenne. Nem kell nekem mentőv. Nem, nem, nem. Nem baj. Hamarosan visszatérnek a Van, Amúgy tényleg. Tehát, hogy tervezem ezt a dolgot, meglátjuk. Majd meglepetés lesz. Nem is jelentem be. Csak egyszer csak pik, és este jövök. Na mondjuk az egy érdekes kísérlet lenne, hogy se a menetrendben nincs benne, sehol nem szólnak. És, és hogy mennyien csatlakoznának Hát be. egy páran biztos lennének. Igen. Igen. El elterjedne a dolog. Lehet. Kipróbáljuk, hát ez legegyszerűbb. Nem kell beírni sehova. Majd egyszer csak pik. Igen. Twitch notification nem szabad bízni semmit. Pont most tegnap néztem az átlagokat. Hát most új rekordot döntöttünk, tehát mostanában a feliratkozóink 9%-a kapja meg a notification, hogy men, indul a stream. Mennyire? Az mi? Mi az, hogy a 9%? Százalék? Hát mert mindenki, vagyis hát a maradék 91%-hoz kikapcsolta az alkalmazásnak az gondolom, értesítését. Gondolom, hát, gondolom. Túl sok emberre iratkozott fel, túl sokat néz, túl sokat követ, mindig pitjen, meg hogy, meg mind. Borzalom, borzalom. Nekem is megfordult a fejem, hogy A Twitchnek van értesítése, na ez a gond. Hogy erről még nem hallottál, de amúgy igen, van. Látod, hogy reggel írtátok, hogy mindjárt megvan az 500 ezer követő Twitchen, ez te így van. Már 200 híja van csak. Hoppá. Úgyhogy lehet, hogy ma meg lesz. Tá nem, ma nem lesz meg, de holnap meg lesz szerintem. Az aputás podcastbe fogjuk ünnepelni. Lesz tűzi játék. Pesgő, meg minden torta. Tűzi torta. Nem, de hogy azt higgyétek, hogy ilyen lesz. Akkor nem ezt tartom. Hát én szerintem nem mondom, vegyem valamit út mikor jön. Köszönöm, eszek. <laughs> hóágyú, köszönöm. Oh. Igen. A hóágyú is torta. Nem, de Isten mencs. De tök durva, tök durva. Ja. Hát igen. Tegnap történt esetleg bármi érdekes. Mi a kocsival balás, tényleg? Hát már nem, rég nem hallottuk. Igen, azt mondani is akartam, ugye, hogy ott abban maradt a még? történet. Igen, megvan még. abban maradt marad a történet, hogy kíváncsi vagyok, hogy a babakocsi hogy fog beleférni. Jelentem, nagyon jó belefér. Jó, hát ez a... szóval nem volt kérdés. Nem, de... Ha hát csak belefér, a... már basszom, így akkor kocsi Nem, volt. nem, de, várj, 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 Ugye az előtte kaptam egy másik autót, amit próbálgattunk, hogy jó lesz-e abba a csomagtartóba nem fért bele a mózes, a babakocsinak a mózes része, se állítva, se fektetve, se oldal, semmilyen dimenzióba forgatva, csűrre csavarva, uh -huh. és mellé a babakocsi váza összehajtogatva, van ugye a fox, azt le, le kell hajtani, Igen. és akkor még a két kereket össze tudod hajtani, úgyhogy akkor a két mozdulatból zárod össze teljesen. Uh -huh. Na, így nem fért be a másik kocsival. Kíváncsi voltam, hogy az s max úgy a babakocsinak a váza, hogy semmit ne kelljen rajta hajtogatni. Úgy nem fér be, mert a váza, amit fogsz, az túl magasan van, úgyhogy azt le kell hajtani, de amúgy utána már befér, úgyhogy nem kell teljesen összezárni. És hogyha csak a lehajtod a fogantyúját, akkor még mellé fér a mózes. Itt már nagyobb a csomagtartó, mint a másiknak volt, és kipróbáltam még négy zsugor ásványvizet be tudtam úgy pakolni, hogy ne egymásra kelljen, hanem hogy ugye van még a, a csomagtérnek annyi felülete, hogy tudsz pakolni. És ez azt jelenti, hogy ugye ezzel már kimaxoltam a csomagtörének az alját, az alsó 30 centit, mert ugye beültem a sofőrülésbe, a tükörbe nem láttam az egészből semmit, mert ugye csak azt néztem, hogy szépen elpakolva elférnek el. Esmax, kimax. Kim, kimaxoltam. De bassza meg, ezeket kísérletezve, Balázs? Igen, próbálgatni kell. Hát, Én amúgy azt kell. el is tudom képzelni Balázsról tudni kell a, a, a határokat, tudasz, hogy... hogy... Mondjuk innen az ajték hány zsugorásai víz félre? Azt nem tudom. De általában négy... Is nem, 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 azért vettem négy zsugorvizet, mert láttam, hogy annyi fog beleférni. Négyesével szoktuk venni, és kíváncsi voltam, hogy kell-e egymásra rakem, vagy befér még úgy. Hát én beszarok. Ez hát, nagyon durva. Igen. Hát na. Úgyhogy, ha minden igaz, akkor tegnap szólt a szerelő, hogy készen van az elsőkörös, s-só eszi javításokkal. Készen, készen van. Úgyhogy lehet menni ma érte. Úgyhogy minden jó, minden happy. Na, hát ez a lényeg. A hátsó fékekre eléggé ráfért már a, a csere, mert tudod, amikor előre felemész, akkor az első fékeket terhel jobban, és a hátsót meg kevésbé. Uh -huh. Akkor nem volt semmi baj. Amikor rükkelző mentem, akkor ugye mindez megfordul, hogy a hátsó fékeket terhel jobban, és az elsőket kevésbé. Ez szárva volt, nem? Hát úgy visított, mint nem tudom, a, a fémollóval karcolnám a, a akármilyen fémfelületet. Borzalmas hangja volt. Hát gondolom. Akkor lekopott teljesen. Aha, le volt kopva eléggé. Jézusom. Hát na. <coughs> nem baj, Balázs, most már biztonságos lesz ez a lényeg. Igen, igen. Örülök neki. És most így nem volt nálam a kocsi, közben olvasgattam, nem gyári rádió van benne, emiatt nem tudtam, egyszer nem bírtam összepárosítani a, a telefont, Bluetooth-on vele. Milyen, mennyi probléma? Hát, apró Igen. cseprő dolgok, de most na. E, és hát gondolkoztam rajta, hogy hát vissza rakatni a gyári fejegységet bele, azzal biztos menni fog, mert hogy biztos ez androidos, és azért nem megy. Bocsánat az androidosoktól, én ugye nem annyira szeretem az androidot. Uh -huh. e, gondoltam mielőtt még pénzt fetszelök abba, hogy veszek egy gyárit, ezt megkukázom, előtte megpróbálom ezt működésre bírni, de hát meg kéne tudni, hogy milyen típus az. Megtudtam, hogy milyen típus, aztán nyilván rákere, megnéztem az árukeresőn, hogy az utolsó ismert ára ennek a rádiónak 350 ezer forint. Az Ibizának nincs akkora értéke, mint ennek a rádiónak volt. <laughs> Na hát, egy, és nem? kiderült, hogy azért ennyi, mert ő nem csak, hogy bluetoothos rádió, hanem van benne a tolatókamera, azzal jött, meg navigáció mm -hmm. is van vele, úgyhogy ez ilyen hú, de mindent Tessék. tudott rádió volt. Tessék. És pár óra googlizás után megtaláltam egy fórumon a megoldás, hogy hogyan fogom tudni, majd nem csak nekem van ezzel a rádióval problémám, ahogy bluetoothon nem megy a telefon, hanem sok más embernek is, megtaláltam a megoldást, hogy hogyan kéne megoldani, csak hát de nem volt nálam a kocsi, úgyhogy nem tudtam remélhetőleg Ma az is meg lesz. Tolató rádió. Igen. az <laughs> Hát na, ilyen ez, ilyen ez. Úgyhogy egyelőre még a rózsaszín köd, Jani, a kocsival kapcsolatosan nem múlt még el a szememről. Na. Megkaptad most Bazsi, azt írja valaki, hogy egy kicsit boomer vagy, és vicces egy tech csatornán, de nem gond csak azt mondom, hogy hol a tech csatorna. <gül> <gül> Ez az egy dolog hiányzik a képletből. A többivel egyetértek. <laughs> csak viccelek, <laughs> csak fé nem tudom, hol a tech csatorna. a Ninja Jesus a és ilyeneket szólsz. <laughs> szóval a kavaromnak Ninja azt elítéz. Viccelődünk itt Balázs reggel. Nem baj az. A kedvencem a tech csatorna, tekkel együtt csináljuk, igen. Igen. Hát de meg most is érted, ebben mi, volt a nemtek? Hát küzdök a Bluetooth párasítással. Amúgy meg... Ez rengeteg embernek probléma. 350 ezer forintos rádióval. Hát, pff, igen. Azt azért tegyük hozzá. Igen. Igen. Ja, ahol én itt vagyok, az a tech csatorna. Ja, értem. Én, vagyok egy személyben. Igen. Bárhova megyek. Tech csatorna. Igen. De Kámárknak is van egy jó kérdése, Jani. Mi, Na. mi a helyzet a kutyusokkal? Régen hallottak Fahiro. Hú, basszus. Hát kezdte. Kezdjem én. Eddig én beszéltem a kocsiról. Na jó, akkor én, én Fahikával mi A lehető legjobban van, borzasztóan jól érzi magát. Egyébként pont a két hete? Két hete lett három éves. Már Fahika, basszus. Igen. Beleg, pont megosztottam a fiúkkal a képet, mert csináltunk neki ilyen virsli tortát, <laughs> egy kis gyertyával, mert minden, és, és pont ott írták, hogy milyen kurva hamar eltelt az idő, de tényleg, hát basszus, már három éves fahé, hát beszarok. Nagyon durva. Igen. Úgyhogy tényleg minden a legnagyobb rendben, vele bozosztóan élvezi, hogy otthon pihenhet a meleg lakásban. <laughs> tényleg. Tehát, hogy így minden a legnagyobb rendben. Nincsen vele semmi extra újdonság. Hála az Azon túl, is. hogy sikeresen betöltött a három jó. De most a most egy új trükköt tanítunk neki, na. Hogy tudja nyújtózni parancsra. Mint a ásításos nyújtózás? Hát igen, igen. Amikor tudod, így ki, teljesen ki, tehát a előre-hátra. Ez előre-hátra. Az nagyon aranyos. És most már egyre jobban megy neki. Ja. Úgyhogy mindig találunk valamit, amit így tanítunk neki. De ja, ez menő. Már nagyon sok mindent fog tudni, valakos lesz. É, igen. A, mennyire telik az idő nekem? Valamelyik nap dobta fel a YouTube nutiról, YouTube, a Facebook nutiról azt az emléket, amikor először elhoztuk és kiraktam Instagramra Aha. és meg Facebookra is, amikor még akkora volt, mint nem tudom, három zsemle körülbelül, uh -huh. és most már ez a, nézem a kertet, hogy ha öt percre nem figyelünk rá kb. akkor akkora lyukakat ás két másodperc alatt, mint amekkora volt akkor. Hmm. Úgyhogy igen, tel telik az idő. Hát az biztos. Telik az idő, legyen. Nagyon komolyan, ja, ja, ja. A csoki safjának nem, semmi baj nem volt ott. Az, az. Hát az rossz kor jött igazság szerint, mert ugye az a tavalyi uh, LEGO stream előtt <laughs> evett meg egy táblacsokit a kutya. Az, az nem volt jó. Szerintem azóta azért azt tegyük hozzá, egy jó ideig utána szerintem, ha a csokit így mellé raktam volna, elfutott volna a világ végére. Tehát, hogy az olyan uh -huh. trauma volt neki, uh -huh. hogy meghánytatták, meg minden de azért azóta azért volt, mikor egy, 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 kis szemet. Tehát így maradt az asztalon, tudod, egy kis szem. Hát azért csak oda megyek, és meg azért, azért az. Betolt, és így úristen, de nagyon mérges voltam rá. Én érezte is rajta, hogy valami nagyon nem jó. De hát attól nem lett semmi baja. Ja, hát ilyen ez sajnos. A kutyák nem gondolkoznak. Ilyen szempontból. Ha a sok, hasukról van szó. Sok szempontból nem gondolkodnak. Hát most én örülök, hogy Fahéba ilyen mély nyomot hagyott a hánytatás és hogy alapvetően akkor ma, már nem. Nekünk amikor először megevett valami zacskód, és ebből állatorvos és izé, Igen. és az állatorvos is el volt teljesen, hogy négyszeres hánytató adagot kapott a kutya, mire elkezdett hányni. Kihányta, és már ment volna oda, hogy mi ez, és ezzel meg újra. Komolyan? Azóta is. Mi az a fasz? Ő benne semmilyen nyomot nem hagyott, ha? hogy amúgy e, hánynia kellett de azóta már eltelt szerencsére nálunk is két év nagyjából, azóta az eset óta, és már sokkal könnyebben rá tudunk szólni, hogy ne egyen meg akármit. Na. Meg ami számomra óriási eh, érzés vagy haladásnak veszem, amikor már szájában van a zsepi. A zsepiket imádja, nem tudom miért. Szájában van, azt még rácsálja. Nem nyeli le egyből, mint minden más, hanem azt szépen ugye rácsálgatja. A zsebkendő? Aha. Hogy a szájában van is rágja, és én nem veszem egyből észre, és mondjuk négy-öt lépést megyek, csak feltűnik, hogy nem előttem van egy fél lépése, hanem látványosan mögöttem, akkor mondom, sunyul, akkor már hátra Egyébként... nézek, és látom, hogy valami van a szájában, és akkor még ki tudom parancsolni a szájából, úgyhogy ne kelljen hozzáérni. Aha. Egyébként a zsebkendőket fajkás nagyon szeretik. Iskolában mindegyiket felvette az utcán, amit találtam, ami elég undorító volt. Igen. Tehát ez nem volt. Főleg a covidos időszakban nem volt egy jó dolog. Tehát, hogy így, Igen. De addigra már egyébként le, letiltottuk. Tehát, uh -huh. hogy, hogy azért, azért, már jó ideje nem. Kiskorában tehát konkrét a széttépte, egy pillanat alatt széttépett egy zsebkendőt, most már nem. Tehát, hogy most már ezzel nincs. De akkor van. ő megbüntette a zsebiket? Hát szét, <laughs> Viszont a legviccesebb, hogy most újra rákapott, de nem a használtakra. Nem, nem áll. Hát de abban azt te beszarok a rögést, Ülünk a párommal, nézzünk egy filmet, uh -huh. és azt mondják, hogy a zsebében, tehát a páromnak a zsebében volt egy zsebkendő. Igen. És csak így egy kis sarka volt ki. <gül> <gül> és tudod, így be volt így takarózva, és akkor ott volt a kutya is, a kanapén, a kanapén ültünk, ott volt a kutya is, és így azt vett észre a párom, hogy így valami mo mo motorkált, tehát így motoszkál a zsebébe, és fahéka volt az meg, a kis zsebkendőnek a kilógossal, hát így próbálta az első kis fogaival kitépni, az azt a hogy ilyen nincs. Rendesen el akarta lopni. El szép, akarta lopni. Szép. Nagyon vicces volt, annyira röhögtem rajta. Szóval ilyen dolgok történnek, és akkor ilyenkor nagyon röhög az ember. Ezen nagyon nevettem. Kész. Nagyon vicces volt. Na mindegy, ilyen, ilyenek vannak. De amúgy mondom, hála az énnek minden a legnagyobb rendben van. Egészséges, pörög, Kicsit ilyen nyuggerben nyomja most. Hát most, na, jön a, nem az ő Igen. ideje. Meg fázik, a fázik, tehát, áh, ez az egy külön, tehát esküszöm, hogy egyszer fel fogom menni. nektek, tehát ezt, ezt látnotok kéne, hogy mit csinál, tehát, mit tudom én, a, a, tudja, hogy megyünk le, rádok egy pulcsit, uh -huh. akkor örül, tudod? Ez az Végre meleg, a szerelést. Meleg be, van, tehát mikor már a lifttel megyünk le, hogy sétáljunk, a liftben előmelegít, így remeg, érted, mint az állat. <laughs> Tudja, hogy megyünk ki, így remeg, mint, a, mint az őrült, és akkor kimegyünk, akkor kíntom a, a, a lépcsőháznak az ajtaját, megcsapja a hideg, kész, rám néz, hogy te hülye vagy. <laughs> de így remeg, érted? Így. <laughs> Lerakom a hideg, de és, hogy nincs is olyan hideg, most képzeljétek el, mi lesz később. Lerakom, és akkor nagyon, akkor pisilek egyet, de érdekes, mikor már lerakom, és sétál, akkor nem remeg. akkor Hát addigra már elérte az igen. a hát vicces. De így rendesen előmelegít a kutya a lívben, nagyon, nagyon durva. Nagyon szép, nagyon szép. Ilyen ez. Úgyhogy minden a legnagyobb rendben. Mi is tanulunk új trükköket na. a kutyasuriba. Megtanultuk az elefántos trükköt. Elefánt? Az mi? az az, hogy van egy ilyen lavor vagy akármilyen tárgy, amire az első két lábát rárakja és rááll, és te elkezdesz körülötte forogni, és ő is forog úgy, hogy a melső lábai maradnak az adott tárgyon, és akkor csak a hátsó lábai forog körbe. Ennek igazából az a lényeg, hogy a, a hátsó lábnak a tudatos mozgatását fejleszem, mert hogy állítólag a kutyák ezt nem tudják tudatosan, hanem csak Aha. csak amúgy megy a hátsó kettő az első kettő után. E de nem is az, ami nekem mostanában nagyon vicces, hanem egy másik trükköt, hogy bejön a kutya a lábunk közé, és az első két lábát rá kell, hogy rakja a te lábadra. És úgy kéne, hogy járjatok, hogy az ő lába rajta van a te lábadon. Na, a még nem jutottunk el, hogy lépéseket meg tudják tenni, de az már megvan, hogy ő bejön, az egyik lábát rárakja, és múlt héten már jutottunk oda, hogy másik láb is rajta volt, és egy kicsit tudtam mozgatni a lábfejemet felle, és nem vette le egyből a lábát. Fantasztikus. Főleg azért, hogyha nagyon sokáig csináld, akkor ilyen kezd el a lábad, meg kicsit befele csámpítasz is, hogy a kutyának könnyebb legyen a dolga rárakni az ő lábát a lábadra. Nagyon jó hangzik. É, és hát én már volt egy pár szó, hogy elkezdtem hátrafelett dőlni kutyástól, ahogy elvesztett. El, elkezdett zsibadni a lábam, elveszettem az egyensúlyat, és elkezdtem dőlni. Hát jó, akkor nuti itt most elég volt ez a feladat, én úgy érzem. <síns> <síns> hát igen. Na, ez érdekes, ezt sosem próbáltam. Fajik el, egy kicsit nehezebb lenne. Én... <laughs> nem igen, túl hosszúak a lábainak. Igen, igen, igen. Maradjuk annyi. <laughs> És annyira vicces volt az első alkalommal, amikor ezt elkezdtük gyakorolni, akkor a, a, az oktató így buzdított mindenkit, hogy na, akkor vegyük a kutyát a lábunk közé. A csoportban többnyire én, vagy még rajtam kívül van egy férfi, és a többiek meg hölgyek. Hm. A nők így visszanéztek, hogy, hogy mi? Vegyük a kutyát a lábunk közé. Ó, oh, Hát igen, igen. Nagyon jó. Nagyon jó. egy haladunk még. trükkök is. ezek. Örülök neki. Ez a lényeg, ez a lényeg. Srácok, tegnap írtam ki este egy tweetet. Úgy éreztem, hogy Kik. kell egy is feedback. Arról az a kapcsolatban, hogy mit csinálunk. Nagyon kíváncsi voltam rá, hogy hogy éppen Hol tartunk a szemetekben? De tényleg ez az igazság szerint egy ilyen, egy ilyen státusz felmérés volt, mert sokszor erről nem szoktunk beszélgetni, és tök jó visszajelzések jöttek. Az egésznek az volt a lényege, aki nem látta, hogy azt tettem fel, hogy mi, a, mi az, amin ti változtatnátok, van -e olyan dolog, amiben, amire kevesebb vagy több hangsúlyt kellene fektessünk, vagy mire figyeljünk oda esetleg, hogy mi az, amit nem veszünk észre. Mert pont azt írtam, hogy nagyon könnyen ugye, hozzászakunk dolgokhoz, Igen. pörgünk, borzasztó sok minden jár az agyunkba, pörgünk, pörgetjük a dolgokat, és nem biztos, hogy észreveszünk a, a negatív e, dolgokat, vagy az olyan dolgokat, amin, amin érdemes lenne változtatni. És ezért is tettem fel ezt a kérdést. És egyébként jöttek tök jó válaszok. Nekem tetszett, kifejezettem. Én örültem, hogy megemlítették az meg meget. Az nekem is feszült de... igen, igen. Azt nagyon sokan, nem azt, hogy nagyon sokan, de stb. többen írták, hogy legyen nézd meg újra. Ami, ami, igazából, én tudom, hogy miért lett elengedő, mert ugye számtalan szóra el lett mondva, hogy nem volt olyan nézettsége, fordíthatjuk másra is az időt, ezt még egyszer ugye elmondjuk. De, am, amivel én is viszont úgymond azonosulni tudtam megint csak a, a couch gamingek, uh -huh. vagy a, a, közös Jani VS is játékok. Igen, 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 igen. Hát ja. De reméljük, hogy most már a tech csatornának is egy kicsit másabb lett az iránya, és akkor ezáltal neked is talán szabadul fel egy kis időd, vagy át tudjuk ütemezni a munkafolyamatokat, úgyhogy meddig nagyon olyan volt a munkafolyamat, hogy Pisti streamelt, te magadba vagy Pistivel vagy velem, megcsináltad a tech videót. Ja, ja. De most meg hát, hogyha sikerül úgy ütemezni, hogy Pistinek nagyobb részt kell vállalnia, úgymond a videó készítéséből is. Ja, ja, ja. Hát igen, igen És igen, akkor igen. ezáltal te rá vagy kényszerítve, hogy ő is vele együtt csináld, és akkor délután meg, hát hogyha tudsz vele játszani. Meg, De ezt majd me, meglátjuk. Meglátjuk, ja, ja, ja. Kiderül, hogy hogyan hogyan csináljuk. Írtátok egy páran, igen, hogy legyenek újra vlogok, Továbbra is az, azt mondom, és ezt kifejezetten kisemelte az egyik kommentelő, hogy hogy neki nem elég a TikTok, meg a, meg a shorts, hogyha van. Uh -huh. mi pedig annak szánjuk egyébként ezt a platformot, hogy pont ezt helyettesítsük. Az az igazság, hogy egy vloggal azért rengeteg munka van, hogyha az ember igényeset akar csinálni. Mert azt persze mi is megtűkse, hogy egy GoPro-t felrakunk Balázs fejére, és felveszünk a napot, és feltöltjük. Tehát hogy ezt, ezt meg lehet csinálni, de ez nem lenne túl izgalmas. Úgyhogy. Ezért igen. is gondolnám azt, hogy azért az ilyen nagyon vicces dolgokat, amiket el tudunk csípni, azt azért megosztjuk veletek TikTokon. Igen, igen, Hát a, most az egész napos vlogolás, amíg nem történik velünk semmi, és lássuk be, alapvetően itt vagyunk egész nap, mm. nem történik velünk semmi érdekes, azt nem fogják nézni. De például emberek. egy ilyen videót, most itt, hogy, hogy ez tök jó ötlet, egy ilyen videót egyszer csinálhatunk, hogy mit tudom én, egy napad a vr és akkor, de akkor az egy videó, és akkor összeszerkeztjük. Persze, úgy ala, az egyik sarokba, felszereljük a, a GoPro-t, és nyomunk nem, egy time lapse De nem, mert tényleg faszán, tudod mit, rendes, hogy rendesen bejövünk, mit szoktunk csinálni, rendelünk kaját, az egy óra. De akkor mindenkinek a fejére rakunk egy GoPro-t. Úgy is csinálhatjuk. És akkor tudsz közben váltani, hogy... Ja, ja, ja. Nem, de tényleg. Te például... kiszállsz a kocsiból, egy, Pisti egy, egy a kocsiból, csináljuk. én is kiszáll kocsiból, megérkezünk itt a parkolóban, megvárjuk Danit a gyalog vagy biciklire, és akkor nyomjuk a reggeli négyütemű támaszainkat. Na, sose szoktuk nyomni, de hát abban biztos, hogy lesz. Na, ilyen, ilyeneket, ilyeneket amúgy ilyeneket alapvetően csinálhatunk, de mondom, hogy annak nem sok értelme, hogy, hogy még hogy visszatérjen egy blog, főleg egy ilyen bizonyos rendszerességgel, mert alapvetően, sajnos nem sajnos, annyira nagyon sok minden nem történik velünk. Tehát okay. erről már nagyon sokszor beszéltünk veletek. Én szerint látjátok a napunknak a nem tudom, 80 át <laughs> Tehát... És milyen jók szoktak lenni azok, amikor befejeződik a HH és az utáni streamik, egymáshoz se szólunk kb. Na, de de te nem is nem vágsz, jön. Dani Nem az, hogy jó, szokott, olyan szokott olyan lenni. Szokott lenni, igen. Amikor nagyon nagy pörgés, akkor szokott, olyan szokott lenni. Szokott lenni olyan. És akkor tényleg úgy telik el a hogy mit tegyünk, oké, okay, megrendeltük, E Evés közben van Igen, beszélgetés, és azt utána meg Pisti felcsatja, hogy bassza, meg már megint kezdődik a no, hát van ilyen, de mondom, nagyon ritka az, amikor így nem szólunk egymáshoz. Ritka. Nagyon ritka. ritka. Én is vicceltem most Amikor, ezzel. Amikor mondjuk nagyon sietünk, vagy nagyon, nem tudom, valamilyen nagyon sürgős, és koncentrálunk, akkor szokott ilyen Igen. Tehát Igen. Ez, ez ilyen van. Mert ugye többnyire dani nem tudjuk leállítani a szófosásról, úgyhogy... Állandóan beszél. Nem hiszitek el. De tényleg. Tehát így bemegy Pisti streamelni, addig is beszél délelőttöként, de akkor nem olyan sokat, de délután, folyamatosan. Alig lehet dolgozni tőle amúgy. Azt hittük, hogy ő lesz itt a csendes srác, meg ilyesmi, az eleinte az volt. Aztán elszabadult a pokol. Állandóan beszél. Hihetetlen. Ne, nem hiába nem ölünk mind a ketten, úgyhogy a hozzáfelő eső közeli fülünkön maradt a fülagat és a másikon. Nem. Igen, igen, igen. Na jól van. Úgyhogy én azt mondom nektek, hogy ezeket a típusú tartalmakat továbbra is ezeken a platformokon, TikTokon, esetleg Instagramon vagy ilyen helyeken bánni már. Nem hiszem, hogy most erre, erre ráállnánk. Amúgy viccen kívül azért sem, mert én nem akarnék ilyen elég ilyen easy contentet kirakni. Az nem a mi sarunk, az olyan. Nem. Nem szoktunk ilyeneket csinálni. Illetve, amit sokan írtatok, azt olvastam, hogy legyen új termék a shopban. Ez tervben hát van. E erről beszéltünk igen. a múltkor, és Ez tervben van szerencsére az, az imáim meghallgattattak. És, az és imáink? folyamatban van. Igen. Igen. Szóval igen mi is szeretnénk új terméket. mindig az idő amúgy, ami, ami gátot szab ezeknek a dolgoknak, de, de megoldjuk. Szerintem lesz. Szerintem lesz idén, de meglátjuk, hogy mikorra sikerül összehozni. Igen. Nagyon remélem, hogy, hogy, hogy minél hamarabb. Viszont Jani, a, a soppal végeztünk, itt a stúdióval is lesz majd még mit csináljunk. Amúgy igen. Mert úgy gondoltuk, hogy most már lassan véget értek a fizikai munkás dolgok. Ezt szereld össze, ezt rakd össze, ezt uh -huh. fújjuk fel, itt a padlószünyeg, ott a szegő, anyám kínja, az ajtót lejjebb vágni. De hát, mint hogyha látjátok, akkor. Íres a nap. Igen. Amúgy onnan ülve nem feltétlenül veszed észre, de így, hogy én arra fele nézek, a zavar. És nyilván a nézőket semennyire se zavartál eddig, vagy kiszálltál, hogy a hallgatók nem is látják. <coughs> <coughs> Márpillanat! Erre kell egy effekt, Dani, figyelj! És elkezd füstölögni a kezed. Úgyhogy ez a minden ablakot lesétítettünk egyedül. Azt a szobát nem, mert hogy oda nem kell, de úgy tűnik, hogy mégis. Igen. Francba. Nem én vagyok a vámpír, Jani. De amúgy én, én már... a Tehát mióta ezeket fel azóta mondom, hogy oda is kell. Igen. Tehát de Jani, ki, ki az azért a személy, na, ki az a ki személy, felel... aki felelős a termékek megrendéléséért? Én vagyok, ez igaz, ez igaz. De hát azért el kell menni, az a baj. Ki az, aki Pisti, nem, Pisti? Ki, ki az, aki esetlegesen ezeket megvétózza vagy ö, segít a színek eldöntésébe, Pisti? Ki az, aki ezeket meg felrakja? Dari meg én. Igen. Úgyhogy ez, ez, rád várunk. De annyira jók vagytok. Én azért nem is próbálok itt beleszólni. Tehát ott is, bázom, milyen jól felraktad, balás, pillanatok alatt. és sem vettem. Pillanatok alatt. Nem tudom, egyébként amíg azt csináltam, ti valami más csináltatok, tudom, de valami be voltatok. De, hogyha nem rendeled meg, akkor azt veszük észre, hogy az egész asztalban az meg fényárba fog úszni. Ennyi. És még a ledeket se kell visszaszerelni. Ennyi. Így van, így van. Tényleg a ledekről volt más szó egyébként? Tudják a nézők, hogy milyen. Mi? Mit? Megint valamit lesz leszpoilerez. Leszpoilerezek, igen. A, te szobában mi voltak ledek és nem lettek. És ez miért lényeg, nem? Nem. Nem. Csak hogy lehessen mindig visszacsatolni, hogy a, a, ledekkel is hogy jártunk azért. Ja, értem. Nem, nem, erről mi nem beszéltünk, az biztos. De nem is fogunk. Ez most már örök marad. A ledek. Valás mindent elárul nektek, ki nem értem. Olyan, mint Izzy Tom Holland. Igen. A, a, a interjúban. De, de, amúgy az viszont szándékos, de ez nem. Vagy igen. Hát, Jani, ti mondogatjátok állandóan, hogy átlátható. Rossz ember Minden. Jó tudom, hogy a ül, <sorz> <ügyekkel. sorz> Dani most nagyon vág, úgyhogy. De Dani, annyira, annyira, Ö, szeretne beszélni, én azt látom. Igen, majd. Nah, ben, hát akkor viccelek. állj fel, ültesd le a helyedbe. Én is átadom neki a mikrofont. Nem, az a baj, hogy most nem szeretné. látom, annyira benne van a munkában, nézd meg. Kap egyből két mikrofont. Dani, ez most felhasznál. Kell egy harmadik monitor, Dani? Látom, hogy nem férsz már. Hát igen, mert egyenesen is van, meg balra, és hát befog állni a nyak, hogy mindig csak balra kell nézni. Rakjunk már neki jobbra is egyet. Oh, spoiler ez ő, spoiler ez Nem is spoiler ez, hát üzleti titkok elárulója. Érszkövi es, balázs. A es. Igen. Amúgy volt egy kedvenc hozzászólásom, ezt felolvasom Igen. nektek. Tegnap én próbáltam értelmezni. Ajaj. De ez amúgy, ha valaki rájön erre. Két mikrofon egy, Dani. Húha. Itt van, na figyeljetek. Én három éve nézlek csak titeket, de valami furcsa így most. Igen? Valami furcsa. Ez eddig okés. Nem tudom pontosan megmondani, hogy mi az. Igen. Ez így már Dani gond. meg én eddig, igen. Haladtok meg minden, igen. de sok ez így. Sok a változás. Én valahogy így érzem, de holott kevesebb. Sorry. Hú. Ez mit jelent? Én ezzel agyaltam, és esküszöm nektek, hogy ezzel a forogtam tegnap. Hogy mire gondolt? Az egyedüli magyarázat számomra az volt, hogy talán az lehet, hogy talán az lehet, hogy túl sok mindent csinálunk, de számára nem annyira értékes. Olyan dolgok, csak olyan dolgokat csinálunk, és fecszölünk rá sok időt, amit őt nem érdekli. Lásd, ez ő, ő gaminget nézett, ő csak az esznézmeget nézte, a, a, nem tudom, billentyűzetes tech videókat nézte csak. Lehet, hogy ez lehet. Én nem tudom. De amúgy én, én, arra gondolok tényleg, hogy, hogy úgy nagyon sok mindent csinálunk, de hogy ő úgy nem találja meg a saját tartalmát, ami amit keres. Keresli a viáros videókat. Mm, akkor ez lehet. Na, hát akkor csak megfejtettük végül is. Ez lehet, de, 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 ez megfogalmazta, zseniális. Ha, igen, volt. igen, igen, azért lehet, hogy volt már benne egy ötmódosítószer. Sok, sok ez így, én valahogy így érzem, de holott ott kevesebb. <laughs> Legjobb. Igen, legyen tánc körülbelül, Majd Le, <laughs> Majdnem amúgy, nem. De rájöttünk, ez a lényeg. Istenem. És ha ilyen ehhez hasonló magasröptű hozzászólások nem voltak még? Nem, ami, ez ami nem volt. Vár. Nem, amúgy nem, meg konkrétan tök jó, egy, egyértelmű volt a legtöbb. A kedvenc, másik kedvencem Tigris így több sört. Ennyi, ennyit változtatna a csatornán. Ennyi. On-screen vagy off-screen kell én a én több tudom, ez, ez, a kérdés. Túlságosan pörgök. Lehet, hogy arra gondol, hogy legyek chillbe, és akkor nincs semmi gond. Mert a sor az ugye megnyugtatja az embert, tudjuk. Vagy épp ellenkezőleg, tudod, a, fog meg a meg nem abból indultak ki, hogy túl nyugodt az ember, hanem na majd én megcsinálom. De mondjuk az is lehet. Igen, igen. Jó, hát el egyértelműen a, a, legtöbb vissza, szerintem azzal kapcsolatban jött, hogy több, több közös játékkel, ennyi. Igen. De amúgy tényleg. Igen. De amúgy ezt mi is tudjuk. Alapvetően. Igen. Alapvetően, tehát hogy ez így legbelül mi is tudjuk. Hát majd igyekszünk. Igyekszünk a jövőben. Igen. Majd eh, kiderül, hogy a, a, a tech csatorna átalakulása az, az mit eredményez. A na, mi napi rendünkbe. Ja, hogy úgy az igen, hogy szabadul fel plusz idő. Ja, ja, ja. Meglátjuk majd. Meglátjuk. De, de amúgy mindenképpen tényleg nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan hozzászóltatok ehhez a témához. Jó volt olvasni. Tehát nem is tudom tényleg, hogy rohadt sokan írtak. Tök jó. Egy. Igen, írták benne, ugye az egyikhez betegeltek engem is, meg Danit is, hogy a volt csatornára felkerülő adások ne legyenek megvágva. Ja igen, ez én is sorosom, hogy legyen timestempelve, azt, azt írták. Igen. igen, igen. Kipróbáltuk ezt is, azt is. Ahogy ez volt régen így, nem? Igen. Igen. Ugye? Igen. Én is úgy emlékszem. Igen. De ami oké, vicces tud lenni, hogyha valaki frissen nézi meg, hogy megy a szerencsétlenkedés, meg a aktuális dolgokról való beszélgetés. Abba az 5-10 kötője, 20 percben még mondjuk Windows frissítés van, vagy, vagy crash vagy akármi, de hogyha három év múlva nézi meg valaki, hogy ő az a játéka, rát, játékra kíváncsi, és úgy nézné vissza, akkor minek van ott? Értem, hogy azért van ott a TimeStep, hogy át tudja ugorni. De... Na, hát igen, meg azért mondjuk. De akkor is. Jó, jó mondjuk ritka, ritka, de mondjuk, hogyha valaki mondjuk egy tévéről nézi, akkor... Hát nem biztos, hogy van timestamp. Igen. És akkor az úgy elég szopás. nem ritka, Jani, hogyha otthon vagyok, én csak tévére nézem. Hát, jó, mondjuk most már nem tudom, milyen a statisztika. Igen, régebben nagyon kevesen nézik Persze, hát arányaiban sokkal kevesebben nézik. De igen, igen, igen. Az, hogy most nem tudom, hogy újra látszik-e ez a statisztika, mint hogyha valaki nem is tudom, azt hiszem a, ja igen, te kettő Laci írta ki a múltkor, hogy a nézőinek a 70%-a mobilról nézi a videóit, akkor valahogy csak visszakerült ez a statisztika, mert ideig nem lehet uh -huh. megnézni. Uh -huh. Nem tudom. Na, no, majd megnézzük. Kíváncsi leszek rá arra. Igen. Mert alapvetően nagyon nincsenek megvágva a vodok, csak tényleg, hogyha ilyen, mit tudom én, öt percnél tovább megy a szerencsétlenkedés. Hát meg, meg a legtöbbször nem megvágva vannak, csak az elejéről lecsippented a igen. A bevezetőt, vagy hogyha túl hosszú, vagy ilyesmi. Igen. Jaj, ja Igen. 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 Most nem is tudom. Szerintem az elmúlt két év, nagyjából két éve dolgozok itt, nem volt annyira megválva, megvágva egyik focse, mint most a, a Guardians-nek az első Aha. része, mert abban egymás után voltak a kresek meg... De úgy élvezetesebb úgy nézni azért, hogy nem azt néz az ember, hogy Technikai problémát igen. oldunk Három legyen. percenként két perc leállás. Értem, nem hogy jó. van, aki szereti, de általában a tévét nézi, és úgy hívják, hogy a reklámok. De... <laughs> reklámok. N nézőink nagyja azért jött, azért néz minket, mert nem akarja a tévét nézni, vagy a tévéműsort. Ja, ja, ja. Igen, igen. Nem sajtos, nem viszem haza a munkát, nem azért nézem otthon tévéről amikor nem itt vagyok bent, napközben is dolgozom, nem mondjuk otthon vagyok, mert akár mi, miatt otthon maradok, akkor ezért csak nézem. Akkor tévén szokott menni. Mhm. Uh -huh. Kétszázikus. Nagyon jó valás. Uh -huh. Olvast, olvastad most, hogy megint egyre rosszabbak ezek a covidos adatok? Nem nem, 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 nem. Én megmondom őszintén, ezt a címsort olvastam el, hogy Kemény teret hozhat a vírus. É, tényleg most, most, most olvastam ma reggel, de nem, nem egyszerű. Egyébként egész jól összeszedték, nem is tudom, hogy hol olvastam egy cikket, de nagyon jól összeszedték a statisztikát, uh -huh. meg így összehasonlították az előző ősszel, hogy hogy állunk most. Uh -huh. Hát ugye most de hát... megint egyre rosszabb, ugye javasolják is az embereknek, azért nem persze nem úgy, mint tavaly, de javasolják, hogy ugye inkább maszkba menjenek olyan helyekre, ahol sok ember van, mint például a bolt. Uh -huh. Hogyha nem is hozták be ezt kötelezővé, Érdemes egyébként, mert tényleg egyre több a fertőzött. Viszont ami más, tavalyhoz képest, hogy jóval kevesebb a kórházba került emberek száma. Uh -huh. Tehát, hogy ilyen szemben látszik, hogy hogy azért egyre több az oltott. Uh -huh. Tehát, hogy sok a beteg, de egyre több a, vagyis egyre, több, egyre kevesebb ember kerül kórházba. Egyre. Viszont, aki meg kórházba kerül, az sokkal nagyobb a halálozási arány, meg a lélegeztetőgépre is arány. Ugye uh -huh. ezek szerint tényleg agresszívabb, úgymond a vírus most ebben a hullámban. Hát meg jó, hogy eh, rosszabbak a számok esetlegesen, mint tavaly. Hát tavaly milyen durva korlátozások voltak. Jó, persze. Mennyi, mindenhova mazba lehetett menni, meg kiárási tilalom, meg mit tudom én, mi volt, ugye a, a sávos boltbejárás. Uh -huh. Most meg mi van? Semmi, kb. Ja, ja, most, most most, nem. Hát megnézzük. Mert pont ezért volt érdekes a statisztika, mert tavaly ugye úgy kezdtük el az őszt, mint uh -huh. most, hogy nem volt semmilyen korlátozás. Uh -huh mert ugye a nyár, nyára nem voltak fertőzöttek nagyon, és akkor úgy mentünk bele az őszbe tavaly, hogy nem, rög, nem, rögtön. Ja, nem rögtön, rögtön. Nem rögtön, Igen. tehát mert az iskola is elindult tavaly rendesen, hát volt és utána arabi. jöttek Igen. be a korlátozások, ja, egy pár hétig volt, és most ugyanez van jelenleg, ugye, nincs korlátozás, és azért egy fokkal jobb a helyzet, de ja, azt hallottam persze, iskolákban kötelező a maszk, egyetemen kötelező a maszk, amúgy tényleg, az durva. Én ezt nem is tudtam, hogy az egyetemen például uh -huh. kötelező ott nem úgy van, hogy az egyeteme válogatja, vagy dönti el? Lehet, hogy úgy van, azt nem tudom. Mert az a Debrecennél én úgy tudom, hogy az. Aha, aha, akkor de, lehet, De mivel. nem tudom, hogy mindenhol az-e. Hmm. Akkor lehet, hogy csak a Debrecen egyetemnél van így. De ott az fix, hogy rendesen rászólnak uh -huh. az emberrel, nincs rajtad maszk. Uh -huh. Úgyhogy, ja. Igen. Na mindegy, csak a lényeg az, hogy tényleg vigyázzatok magatokra, meg, meg hogyha olyan helyen jártuk, ahol nagyon sok ember van, én szerintem érdemes maszkot húzni, mert tényleg azért a számok nem túl biztatóak. Igen, igen én a héten mentem boltba, és ott láttam egyre több embert újra maszkba, én is, én és, is és, is és mondjam, egy igen. pillanatra úgy én is elgondolkodtam, hogy, hogy lemaradtam valami forrul és uh -huh. kell, vagy nem kell, de de nem kell, csak, csak tényleg egyre több ember magától felveszi, és inkább úgy van Aha, aha. Igen, egyeteme válogatja közben, többen is aha. írjátok, köszönjük szépen. Látom, hogy többen írjátok itt az infókat. Hát király. Hát reméljük, hogy annyira nem lesz. Hát remélem. Vészes a dolog, mert ugye most nyáron azt mondták, hogy nem majd szeptemberbe beindul, szeptemberbe azt mondták, hogy majd októberbe beindul, most már lassan november van. Igen, igen. Én azért örülnék, hogy ha, ha nem lenne berobbanás, de nyilván nem az lesz. Hát jó lenne. Nem attól függ, hogy én mit szeretnék. Igen, igen. Meglátjuk. Azt tudom, hogy a kormány azt nyilatkozta, hogy a halálozási, mm -hmm. vagy a halálok számával köti össze a korlátozásokat, hogyha az elér bizonyos szintet, akkor, akkor jönnek. jönnek a korlátozások. Mm -hmm. Tehát ilyen szempontból mondjuk az új fertőzöttek száma nem releváns. Igen. Úgyhogy meglátjuk. Hát nem tudom. Nem egyszerű. Az biztos, hogy Tényleg, aki, aki aki egyáltalán nem oltatta be magát, az most nagyobb veszélybe van ezek szerint. De tényleg csak a kórházak uh -huh. miatt mondom ezt. Legalábbis e, ez látszik. Úgyhogy, hát vigyázzatok magatokra. Igen, igen. Együtt tudunk. Azt a hírt olvastad, Jani, hogy van ez a koreai sorozat, a Squid Game. Igen. Most már elkezdtük mi is nézni, mert nem tudom, negyedik vagy ötödik részben uh -huh. járunk, hogy. Angliában és Belgiumban, ha jól emlékszem, akkor a iskolások játszák a játékokat, és aki veszít, azt. játékokat. tegnap azt megverik. hogy van. Bani... Nem, de végül nem olvastam utána. És tényleg? Hát a cikk szerint igen. És én teljesen el voltam képezve róla, hogy gyerekek játszanak, oké, gyerekjátékokat, és aki veszít, az, azokat meg megverik. A nagyobbak. Beszarás. A suliba megy ez. Igen, igen. És hát nyilván az iskolai igazgatók, vagy az iskolatanás meg felhívta a figyelmet a szülőknek arra, hogy ők meg fogják tenni a szükséges lépéseket, és elzárkóznak minden nemű erőszaktól az iskolába, mm -hmm. de, hogy, de hogy ezért a szülők hívják már fel egy figyelmet arra, hogy ne, ne, ez, ez az egy sorozat, ami elég durva, ez meg a való élet, hogy ne verjék már egymást a gyerekek. De ez mennyire gáz? Ez annyira gáz, hogy, hogy... És akkor azokat a játékokat játszák a suliban, ami a Engem. filmben vagy és a sorozatban van? Igen. Ú, uh, bassz. Többnyire ezt a... Piros lámpa? Zöld lámpa? Uh -huh. Nem tudom, mi a neve. És akkor aki az azt a agyon verik. Hát hogy... nem, ez az, hogy el se értem, hogy most... Mi az, hogy, mi az, hogy, az, megverik? Ő, mi az, hogy megverik? Kap két zsibasztót a vállába, vagy vagy kirúgják a lábát alul, és még utána földön fekver udosság? Vagy, vagy, vagy mi, 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 mi az, hogy megverik nem értem értem. Ezt. Hát érdekes minden esetre. fura hogy ilyen hatással van. És hát ugye ez a felhívták az iskolák a figyelmet arra, hogy oké, okay, hogy a szülők nem feltétlenül engedik, hogy a gyerek nézze a sorozatot, viszont ellenőrizzék a, esetlegesen az okos készülékeket, hogy mihez és hogy félnek hozzá, mert akár TikTokon, akár más videóplatformokon is terjednek különböző kihívások, és akkor úgy, hogy nem látják a sorozatot, akkor is eljut hozzájuk, hogy a sorozatban mi a durva. Ja, 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 ja. És hogy mit csinálnak a sorozatban. Hmm. És hogy a szülők figyelj, hogy nézzék át a, a, készülékeket, hogy mégis milyen tartalomhoz fér hozzá a gyerek. Hát jó. Hát nem tudom. Valaki számára ez logikus, hogy ez, ez, a, ez a hatás ennek a filmnek, hát nem tudom. A gyerekek. Én nem tudom, kevés gyereket látok a, a halálosabb filmek után autóba pattan és kitaposni a gázt hát igen, a kocsiból, de nyilván ahhoz nehezebb Jó, mondjuk, az, igen, az egy nehezebb dolog. Megverni egymást az iskolában egyszerűbb, igen. <laughs> mint kocsiba <laughs> szállni, talán. Az Azt Nem volt a legtökéletesebb példa, ezt belátom. Igen. Hát, hogyha. Igen, de pont azt a balás, hogy oké, okay, hogy nem nézik, mert nem kéne nézzék, akkor ezek szerint. De hogy ha nem is nézik, tényleg eljut hozzájuk. Hát Igen. most basszus van, most látom, hogy a TikTok filter, ami Squid Game. És rendesen a piros lámpa, a zöld lámpa, filter. Igen. Ja. Hát így, így úgy is eljut a fiatal mm. generációhoz is, hogy mi a fene ez. Igen. Ja. Igen, alapvetően én azt mondom, hogy nem feltétlenül van azzal a baj, hogy hogy eljut hozzájuk, mert úgy is el fog jutni hozzájuk meg, mint a káromkodás is kb. ugyanez, hogy uh -huh. addig óvod a gyereket tőle, és próbálod nem ránevelni, ameddig csak tudod, de előbb-utóbb úgy is el fog hozzájutni, és meg fogja ismét. Nem az a lényeg, nem az a megoldás szerintem, hogy a gyerek ne találkozzon ezzel, hanem hogy a gyerek tudján, tudja helyén kezelni ezt. Uh -huh. Ha kell, le kell ülni, el kell neki magyarázni, hogy mi a jó, mi a rossz, igen. még időben, igen. és akkor ő fel fogja tudni fogni azt, hogy amit lát, az rossz dolog, és nem fogja lemásolni. És kész. Szerintem. Ja, hát ez így jogos. Ja. De nyilván, ugye lehetek én megint a naív, mint általában szoktam, én próbálom majd a gyerekemet így nevelni, hogy most attól még, hogy az osztálytársai bazdmeg megolnak a játék közben az utcán, neki ne az legyen, hogy hazajöttem, bassza meg. Uh -huh, uh -huh. Igen, igen, igen. Hát, na. Én is hallottam amúgy, pé, hogy Mr. Beast is csinál ilyen játékot a YouTube-on. Csak azt nem tudom, hogy, mert én láttam, hogy Minecraftban már csinált ilyet. Uh -huh. És megmondom őszintén, összekötöttem a kettőt. Azt hittem, hogy oda keresett embereket uh -huh. rendesen. És nem is tudom, hogy 100 ezer dollárt lehet nyerni, vagy valami egész sok pénzt lehet nyerni. De lehet még többet. Én nem látom rosszul. Mindegy. A lényeg az, hogy tényleg szervez egy ilyet. Uh -huh. De akkor azt nem tudom, hogy élőszereplős lesz. Hát nem tudom. Hát én fél, azt várom, hogy lecsapnak uh, a TV csatornák erre. Fél végül Ha, ha nagyon úgy nézed, akkor végül is a Jackass is ezt csinálta régen. Csak nem haltak bele. De komolyan sérültek. De ez nem egy verseny volt? Hát ki csinálja meg? Hát jó, de azért, de azért ez Ö, egy verseny. Csúnya pénzeket kaptak el. De... Jó, Hát igen, igen. De igen. Nyilván, nyilván nem ugyanaz, nem ugyanolyan játékokkal, de. Igen. Végül is a, a, a játékhatárok nélkül is mondhatni ilyesmi volt. Ki lesz a legjobb a Na ]ben? az igen. Az, az, jobban. Az jobban sorít erre igen. az egészre. A játék csak határok ott nélkül. Nem, nem, büntetés volt, hanem díjazás volt, de igen. Igen, igen, igen. Ott, nem, ott, ott tényleg ott nem haltak meg az emberek szerencsére, de, de, ja, az egy jó példa. Tényleg az van a legközelebb hozzá egyébként a játékhatárok nélkül. Az hát az... vagy ugye annak abból kifejlődött bármilyen más de... alfaja, faja, exatlon, meg survivor, meg mit tudom én, mik vannak ha azok ilyenek. A Ninja Warrior, lassan indul a Ninja Warrior, vagy elindult már. De az nem olyan, de az, nem olyan az nem. Az a szóló, nem? A szóló, igen. A, az teljesen más. Novemberben lesz vetélkedő. Ilyen vetélkedő. De akkor az tényleg miben lesz más, mint mondjuk egy, nem tudom, mint egy régi, rendes ilyen vetélkedő. Tehát most érted, aki veszít, az a mitság. Meg rázágelek, most árammal Érted, hogy nem tudom, nem tudom elképzelni, hogy ez miben lesz más. Vagy maga a játékok lesznek azok, mint ami a sorozatban, hogy Igen. nyalogatják majd a, a cukorkát. A cukorkát fontos. Igen. Igen. Jani, ezt egy mondatban kell tudod, mert összevágják. De én már látom előre az ilyen, az ilyen rendes, nem tudom, magyar tévében ez, ezt a műsort. Á, Alig várom. Eltört a cukorka, rögtön oda jön a műsor, hogy hogy érzed most magad? Hogy érzed most magad? <gül> igen. <gül> és, és aztán most? jön, jön a, a fekete ruhás domina, és elkezdik verni az ostorra, hogy eltörtette szemét. Igen, igen. Csak hogy nyilván nem nagyon lövik egyből. Nem, nem, amúgy, hogyha valaki elront valamit, egyszerűen tila-tila és ordít a fülébe. Mit csináltál? <laughs> Mit csinálta, Nem így kellett volna. <laughs> Egyszer, amikor beteg voltam, akkor néztem ezt a, nem tudom milyen műsor, ami ő vezet, hát én beszarok rajta. Ilyen párok voltak benne, és az is vetélkedő volt. És abba ordít, de amik, úgy ordít az hogy nem is értem. Amikor a után ki igen. kellett hozni a játékok, vagy a nyereményeket, és időre és bezáródott az ajtó. Lehet, hogy valami ilyesmi Nem tudom, ő vezette azt tudom a műsort, és úgy tud ordítani, soha, úgy még embert nem láttam. Annyira átéli. Nagyon durva. Ja, őt tudom elképzelni a műsorvezetőnek. Hát ez, ő ő, ő beleéli magát teljesen a játékhez. úgyhogy... Felveszi azt a maszkot, tudod? És akkor abban nyomja. De ugye Csuk az arc azért a... ki lesz vágva, hogy lásd a mimikáját. De eltorzítják a hangját ugyanúgy. Na, érdekes, érdekes megoldás. Érdekesen néz neki. Ó, Istenem. Mm -hmm. oh, Bezár a bazár, köszönöm szépen, igen, az. Az volt? Én nem Már erre meg, gondoltam. a játéknak a neve, amit ami próbáltam körülírni. Hanem volt valami pár, valami páros. Na, Én nem tudom, Jani. Nem tudod? Hál az égnek. Én ennek még örülök, ha nem tudod. Igen. Egy, 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 az az, hogy én sem tudom a címét. Elég sok olyan tévéműsor van, amit szerencsére nem nézünk, úgyhogy van egy kettő. Na mindegy. Na jól van. Szerintem kiveséztük itt a mai témákat, azt mondom Balázs. Nyerő páros. Lehet, hogy az volt amúgy. Köszi. Nem tudom, van már más. Na, szóval szerintem kiveséztük. Van még valami? Ne, nekem akkor elfogyott, amit, amit felírtam a téma. Elfogyott a téma, akkor jó. Srácok, akkor ennyi volt már a happy hour. Délután egykor fog kezdeni Pisti, és folytatja nektek a fárkály hatot, amit lehet, hogy be fog fejezni. Nem tudom. Hát, hát, Elméletileg az, az a terv, azt hallottam tőle, úgyhogy ez lesz egykor. Tehát jövünk vissza. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Nyomjuk tovább. További szép napot nektek. Sziasztok! Vége!